Sziasztok, én Domi vagyok, és ahogy megígértem már az előző részben, egy nagyon érdekes vloggal jelentkezem most. Éppen nagyon nagy a forgatag, és megyünk mindenfelé, vagyis hát igyekszünk. Most éppen itt vagyunk Nagykanizsán, a McDonald's-nál megálltunk reggelizni. Most 9 óra 15 van, ha jól látom éppen az órámon, és igyekszünk egyenesen Horvátország felé, ugyanis ez a mai vlog Horvátországról fog szólni. Két részre lesz bontva, valószínűleg, ugyanis egy nagyon hosszú vlogot tervezek. Tartalmas lesz, színes lesz, és tele lesz érdekességekkel. Megálltunk egy benzinkútnál, éppen tankolunk, itt vagyunk a magyar határhoz közel, ugye még mindig Nagykanizsán, ahogy az előző bejelentkezésben is láthattátok. Igyekszünk elérni időben a határt, és utána pedig autópályán megyünk egyenesen Horvátország felé. Egyébként a Vír szigetre igyekszünk éppen, és ott van egy szállás, amit lefoglaltunk, és most ott leszünk egy hétig. Mellettem egyébként a nagy hűtőtáska, tele van kajával, hátul pedig megpakoltam mindennel a csomagteret, van kamera, kaja és minden, ami kell. Fizetős kapuk miatt elég nehéz a haladás, már egy jó ideje itt vagyunk az autópályán, és elég lassan haladunk, két sávban, de mind a kettő sávban elég lassan haladnak az autók. A fizetős kapuk nagyon belassítják a forgalmat, sajnos, most pedig várjuk a következő lehajtható sávot. Több óra kocsikázás után, és sorbanállás, és rengeteg dugó, fizető, kapu, és tényleg utazás után végre itt vagyunk a szálláson. Van ez a szoba, és van ez is, ami, hát most ide pakoltam be, ide rendezkedtem be. Két oldalt is van ilyen kis erkélyszerű akármi, még ki kell pakoljunk, rengeteg dolog van, de lényeg az, hogy ide értünk épségben. Szerencsére volt egy kis csúszás ahhoz képest, amit terveztünk, de semmi gond, lényeg, hogy itt vagyunk. Nézed a raktárat? Vajon mi lehet fönt? Hallod ezt a kokorát? Én már át is vendettem ilyen teljesen chill ruhatöltemény, de próbálom ezt a beach jelleget fölvenni, és a strandos öltözetet magamra öltem, és kürdőnadrág, virágos póló, napszemüveg, sapka, minden, ami kell. És most pedig azon vagyunk éppen, hogy leérünk a strandra, és megnézzük, hogy hogyan is néz ki a horvát tengerpart. Most értünk vissza ide a szállásra, a nyaralóba, a túráról, amivel megnéztük a partszakaszt, meg a környező boltokat, hogy mit hol lehet venni. Igazából a tenger hőmérséklete nem annyira meleg, de igazából hozzá lehet szokni tök gyorsan. Kavics is a tengerpart, legalábbis ezen a partszakaszon, de ez most egyelőre nem zavar senkit. Bementünk papucsba, holnap pedig keresünk egy olyan partszakaszt, valószínűleg a szigetnek a túlfelén, ami már homokos és nem lesz annyira zavaró bemenni a vízbe. Úgyhogy ez vár ránk holnap, ti meg most nézzetek meg egy kis összeállítást arról, hogy a szállásunk és a környező utcák hogyan néznek ki a magasból.
első nap reggele, nyugalom, én sem mindig így kerek ki az ágyból, most már az összekészülés utáni időszakot látjátok. Már vágom egy órája kb. A videót, amit tegnap tettem föl, rengeteg anyag van, és valószínűleg most látjátok is, már ezelőtt, vagy láttátok, hogy mit vágtam össze belőle, de drónfelvételt is láthatatok a Google-ról, a tegnapi drónfelvételt itt a környékről, meg hát ugye a vlogokat, bejelentkezéseket és a zenés összeállításokat, amiket itt összevágtam nektek. A mai program pedig az, hogy megnézzük a sziget másik oldalát, és körül tekintünk, hogy mennyire más ott a part, hogy van-e homokosabb rész, és hát igen, kirándulunk. Mindenki azt akarja, keresi, kutatja. Van, aki kimondja, van, aki titkolja. Van, aki nem beszél róla, van, aki unja. Olyan is van, aki csak tanulja. Próbálja, viszolja, húzza. Az se furcsa, ha sokszor kezdi újra. Van, aki hamar kidő, van, aki sokáig bírja. De mindenki azt akarja. Kezed a kezemben, én azt hiszem, hogy megtaláltalak egy lelkítás a mindennapokban. Sziasztok! Ahogy látjátok, itt vagyok már a tengerparton Víren, ez itt a déli part szakasz, ahol kicsit mérsékeltebb a strandnak a kövezettsége, tehát nincsenek akkora kődarabok, viszont még mindig eléggé szúrós a talaj. Én viszont most úgy döntöttem, hogy felveszem a fejemre ezt a kamerát, és bemegyek a tengerbe, és meglátjuk, hogy mennyire tudok fönnhaladni a vízen, és remélem, hogy nem fogok itt elsüllyedni, és így mentőért nem kell kiabáljak. Úgyhogy nézzetek meg egy kis összeállítást arról, tényleg rövid lesz, hogy mi van a víz alatt. Kitűztél, gracsi, na pacsi, csap bele, a tenyerünk ütközik. Mindenki másért küzdködik. Ja, azért, hogy igényeit kielégíthesse. Hey, szükség van cashre? Nem is kevésre. Egy egész hegyre. Hogy amit akar, azt megvehesse. Így lesznek a nap ezen részének most vége van. Láthatátok, hogy voltunk a tengerparton, úsztunk egy jót igazából. Napoztunk rengeteget, én érzem már most a vállamon, hogy borzasztóan le van égve, és fáj, amikor fölveszek egy pólót, vagy csak ha hozzáérek, szóval mindenképpen vigyetek magatokkal a naptejet. Bár mi vittünk és be is voltam kenve, úgy látszik mégse adott annyira, amennyire kellett volna hason. Láthatátok az összeállításban, hogy mentünk gördeszkával, vagyis ahogy ezt hívják, pennyboard, valami ilyesmiféle neve van. Én már gurultam jó párszor Pécsen ilyennel, de az csak kölcsönbe volt, de nagyon beleszerettem ebbe a dologba. Úgy itt kint Horvátországba vettem, és olcsóbban hozzá lehet jutni, mint Magyarországon, meg is mutatom nektek, hogy milyen jó kis tudsz ez. Jó, hát alapjáraton nincs rajta ez a tudsz, ez most igazából az akciókamerának egy ilyen felfüggesztése, hogy rá lehessen rakni a deszkára dolgokat, és ti is láthassátok, ahogy megy és rááll valaki. Az összeállításban egyébként tesóm ment rajta, nem én. Ez egy nagyon jó cucc, mert vannak rajta elég vastag kerekek, szóval igazából talán annyira nem borulsz fel könnyen, mint egy sima gördeszkával. Elég hajlékony és trapabíró anyagból van, szóval attól se kell félni, hogy esetleg eltörik vagy ilyesmi. Hallottam már olyat, hogy valaki autóval ment át a közepén és nem törött el. Igazából a kétszer-kettő kerék nincs egymáshoz kötve semmilyen módon, nincs köztük tenger, ami eltörhet, szóval ettől se kell félni, hogy ez esetleg tönkre megy. Nagyon gyorsan lehet vele haladni, úgyhogy ezért is nagyon kell vigyázni, ne dőj fel vele, viszont szerintem egy tök kényelmes eszköz is lehet vele hasítani, főleg itt a horvátországi utcákon. A napnak még közele sincs vége, itt vagyok a konyhában, a szállásnak a konyhában. Hát ugye elég picike, de van hozzá egy érkező rész, amit az előbb is láthattatok. Nézzem, mi van a hűtőben. Igen, ez elég fontos, az otthonról csomagolt kaják, és a sok innivaló, nagyon-nagyon meleg van, szóval innivalóval mindig tárazzatok be, hogyha jöttök, és az otthonról csomagolt kajákat is hozzátok el jó sokat, hogy az otthoni ízek is kicsit hozzájáruljanak ahhoz, hogy ne legyen honvágyatok. Látom, baby, vágod itt a pénzdiktár, és te is ott vigyorognál egy újság címlapján, mint egy kozmolány a macsó oldalán, aki csak izomból és buszból áll, és ha már a fellegekben jár, nézd vissza néha, mert ha leesel, nem leszel csak elrettentő. Egyébként a kilátás borzasztóan menő, hogyha igazából kinézzünk, itt kettő ilyen erkérész van egy hátul, amit ugye a tegnap esti vlogban láthatatok, vagyis hát a vlognak az esti részében, amikor volt a drónos felvétel, és a másik oldalát azt még nem láttátok a szállásnak, az is egy ilyen
ilyen erkélyes, kiülős rész van, itt egy kis asztal, két kis székkel, és hogyha előre néztek, vagyis hát előre nézünk, akkor ott vannak a hegyek, borzasztó szépek, ilyen fehér kőzetből áll a hegy, és olyan, mint a havas lenne az egész, persze nem az, csak úgy néz ki innen messziről, és a tengernek van egy öblös része, egy öböl, ami igazából itt van tőlünk egy utcára, és rá is lehet látni, mondjuk itt a sok fától, meg a kiemelkedő háztetőktől nem biztos, hogy annyira látszik maga a tengerpart, de egyébként mindig azt mondom, hogy a másik part, tehát a szigetnek a déli partja sokkal szebb, láthatátok is, sokkal több minden van. Ott rengeteg olyan dolog van, hogy bódék, színes, mindenféle árusító emberek, ezt meg azt lehet náluk venni. Ettünk egy nagyon jó kis, én egy rántott húst ettem igazából, tehát nem vittem túlzásba, nem ettem ilyen horvát kajákat, pedig volt mindenféle ilyen tradicionális kaja, amit ki lehetett volna próbálni. Meg kell jegyezzem, hogy mind a bolti eladók, mind a pincérek és felszolgálók, akikkel találkoztunk, borzasztóan kedvesek, és az egyik pincér, amikor kifizettük az ételünket, azt mondta nekünk, hogy köszönöm szépen, és viszont látásra, tehát nagyon meglepett, hogy magyarul is tudnak hozzánk szólni, viszont persze ez egyébként nem kéne meglepő legyen, rengeteg magyar turista van itt. Hozzá is akartam rakni a történethez, hogy nagyon sok magyar emberrel találkoztunk, sőt, településbeliekkel is, akik bonyhádiak, vagy esetleg Pécs környékéről származnak, tehát még ismerősöket is láttunk, mondjuk nem meglepő itt Horvátországban, elég közel van Magyarországhoz, de mondjuk Olaszországban is láttunk például magyarokat, sok magyar rendszámot. Azóta áldom a sorsot, hogy rám mosolygom, de ezt kéne szeretni. Mindenki azt akarja, keresi, kutatja. Van, aki kimondja, van, aki titkolja. Van, aki nem beszél róla, van, aki unja. Olyan is van, aki csak tanulja. Próbálja, viszolja, húzza. Az se furcsa, ha sokszor kezdi újra. Van, aki hamar kidő, van, aki sokáig bírja. De mindenki azt akarja. Amit kitűztél, gracsi, na pacsi, csap bele, a tenyerünk ütközik. Mindenki másért küzdködik. Ja, azért, hogy igényeit kielégíthesse. Hé, hey, szükség van cashre? Nem is kevésre. Egy egész hegyre. Hogy amit akar, azt megvehesse. Így lesznek a pasik a csúcson, a csajok a csúcson. Törtetnek, haladnak felfelé az úton. Látom, baby, vágod itt a pénzdiktát. És te is ott vigyorognál egy újság címlapján. Mint egy kozmolány a macsó oldalán, aki csak izomból és buszból áll. És ha már a bellegekben jár, nézd vissza néha, mert ha leesel, nem leszel csak elrettentő. Sokszor kezdi újra. Van, aki hamar kidő, van, aki sokáig bírja. De mindenki azt akarja.